a Mindenki Akadémiája színpadán Bent Mihály zajszakértő. A véletlennek köszönhetem, hogy gépészmérnökként a környezeti zaj és rezgésvédelemmel kezdtem el foglalkozni. Aztán később, amikor szakmérnöki képesítést szereztem, tanáraink azzal bocsátottak el minket, hogy misszionáriusokat képeznek. Akkor mi egy kicsit viccesnek találtuk ezt, de meg kell, hogy állapítsam, hogy ez ma is így van. Bent Mihály közel 30 éve elkötelezett a zajszennyezés csökkentése mellett. Első zajvizsgálatait Miskolcon a Környezetvédelmi Intézet munkatársaként végezte. Magyarországon az 1980-as évektől kezdve a környezetvédelmi hatósági és szakértői hálózat kiépítése óta kezdődtek meg a szisztematikus zajvédelmi intézkedések. Tűzoltó, meg rendőr akar lenni mindenki, meg kalauz. Az, hogy zajvédelmi szakember lesz, ez senkinek nem jut eszébe gyerekkorban. Én is véletlenül kerültem erre a területre, egy újsághirdetés jelent meg, amikor elindult Magyarországon a környezeti zajszabályozás, akkor jelentkeztem én, mert gépészmérnököt kerestek, fogalmam nem volt, hogy milyen feladatra, és elkezdtem dolgozni ezen a területen, és végül is nagyon-nagyon megkedveltem, és testhez álló feladat. Elhivatottságát Magyarországon a zajcsökkentésért adható legmagasabb kitüntetésekkel ismerte el a szakma. Bent Mihály megkapta a NIVO és a ProSilencio díjakat is. Én a változatosságot szeretem. Nincs két egyforma zajhelyzet, zaj probléma, mindig más. Még a zajtérképezésnél sincs két egyforma olyan zajtérkép, ami azonos lenne, mikor elkezdtünk ezzel foglalkozni. Németországi tapasztalatokon nőttem fel, ott elég sokat dolgoztam. Akkor azt mondta nekem a kolléga, a német kolléga, hogy minden zajtérkép készítés egy külön kaland. És tényleg így van, tehát minden zajtérkép készítés egy külön történet. És pont ez a változatosság és ennek a szépsége ragadott meg. Zajszakértőként persze az átlagosnál érzékenyebb és kifinomultabb Bent Mihály hallása. Egyértelműen érzékenyebb vagyok, mert sokkal hamarabb feltűnik, hogy valami nincs rendben, valami nem rendeltetésszerűen működik. Ugyanakkor a másik oldal is igaz, sok minden olyat is észreveszek, ami pozitívum. Tehát látom, hogy ott történt valami olyan a kivitelezésbe, a tervezésbe, ami azért történt meg, hogy kevesebb zajterhelés érjen bennünket. Egy ilyen történetem volt nekem személy szerint a saját szomszédságomban lévő garázskapuval, aminek a zaja hát évek óta bántott bennünket. Egy rosszul épített, illetve elhanyagolt garázskapuról van szó, ami éjszaka, amikor kinyílt vagy csukódott, puskalövésszerűen szólt ott az egész utcába. Budapest lakosságának mintegy 30%-a van nem kívánatos zajterhelésnek kitéve. Ugyanakkor azt is megállapíthatjuk mi szakemberek, hogy a környezeti zaj még mindig a környezetvédelem mostoha gyereke. 30 éves pályafutásom során egyik célom az, hogy ezen változtassak. Ezért is örülök most ennek a lehetőségnek, hogy önöknek erről beszélhetek. Bent Mihály kétszeres nagypapaként mindig nagy gondot fordít arra, hogy unokái hallását védje. Erre a játékvásárlások során is odafigyel. Ő ugyanis pontosan tudja, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen típusú és intenzitású hangokat érzékelnek a gyerekek. Én direkt erre neveltem magam, hogy leteszem a munkát, tehát nem viszem haza. Az egy más világ, otthon teljesen más az élet. Azért olyan szempontból azért ragad rám ez az amaz, hogy akkor, amikor végigmegy mondjuk a városon, azért megmutatom azokat a gyerekeknek, amikor kicsik voltak, hogy lám-lám, nézd csak, itt azért van ez így megcsinálva, mert hogy zaj szempontból szükség volt erre. Anya is lök. Anya, honnan lök, én meg innen, jó? Zsupsz! 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 De kapaszkodjál nagyon! Bent Mihály most következő előadásában részletesen mesél majd arról, hogy mit tekintünk zajnak, mitől függ, hogy számunkra egy hanghatás idegesítő vagy sem. Az biztos, hogy őt az unokái nevetése, de még sírása sem zavarja soha.
a kacagás az biztos, hogy kellemes élmény, és annak nagyon örülünk. Hát ugye a pici, a 3 hónapos unokánk, neki az a dolga, hogy sírjon. És hát biztos, hogy jobban elviselem, mint a szomszéd. A színpadon Bent Mihály, és témája Zajosak vagyunk. Környezeti zajról fogunk itt most beszélni ez alatt az idő alatt. Szükségesnek érzem azt, hogy egyáltalán alapfogalmakat tisztázunk akkor, amikor zajról beszélünk. Mi is a zaj? Mi a hang? Mi a kettő közt a különbség? Mikor beszélünk hangról, és mikor beszélünk zajról? Fizikai mennyiségét tekintve, vagy egy jellemzőit tekintve, abszolút nincs különbség köztük. Tehát a hang és a zaj ugyanaz a fizikai jelenség, mégpedig az, hogy egy erő hatására, vagy egy rezgő felület hatására hullámok indulnak el, sűrűsödések és ritkulások a vívő közegben, általában ez a levegő, és ez a nyomás változás tovaterjedése végül mondjuk a fülünknél köt ki, a dobhártyánkat rezgeti meg, ezt érzékeljük mi hangként. A ábrán látható, hogy az a nyomásváltozás, ami a mi fülünket terheli hangként, az ahhoz a légnyomáshoz képest, ami állandóan nyomja a fülünket, az 10 az 5-en paszkál, ahhoz képest egy iszonyatosan kicsi mennyiség, 20 mikropaszkál az, amit mi már hangként érzékelünk. Akkor, amikor zajról, hangról beszélünk, meg kell, hogy ismerkedjünk azzal a mértékegységgel, amivel ezt mérjük. Én tudom, hogy ez nehezen érthető, nem egy egyszerű, nem hétköznapi dolog, megpróbálom nagyon egyszerűen elmagyarázni. Tehát azt láthattuk, hogy az a hangnyomás, ami a hallásküszöbünket éri el, illetve az a hangnyomás, amely már fájdalmat okozó hanghatást jelent, egy óriási nagy skálát ölel át. Tehát, hogyha azt mondanánk, hogy a hallásküszöbhöz az egy tartozik, akkor a fájdalomküszöb egy olyan nagy szám, ami még 13 nulla van. Ebbe a skálába nekünk mozogni nagyon-nagyon nehéz lenne. Ezért az a megállapodás született, és azt választottuk, hogy tulajdonképpen nem ezekkel a számokkal dolgozunk, hanem igazából 10 hatványaival, és csak a hatvány kitevővel. Tehát ahol 13 nulla van, az ott 13. Ahol 1 van, annak a 10-es kitevője 0, tehát egy 0-tól 13-ig terjedő skálán kezdünk el dolgozni, de erről tudnunk kell, hogy ez a 10-nek a kitevője. Ez tulajdonképpen a logaritmus, ezt csinálja a számokkal, és így tudjuk a zajszinteket, a zajokat kezelni. Ennek azonban, és ennek a tízszerese ugye a decibel, ez a hivatalos neve, ennek viszont olyan következményei vannak, most nem mennék bele a logaritmus szabályaiba, ezt aki tanulta, annak tudnia kell, de annyit mindenképpen a laikusnak is meg kell jegyezni, és tudnunk kell, hogy nem úgy működik, mint két szám, amit például össze kell adni, tehát 50 meg 50 az nem 100, hanem 50 meg 50 decibel az 53 decibel. Ennek ott van például jelentősége, hogyha mondjuk veszünk egy forgalmas utcát, ahol mondjuk 65 decibel a forgalom okozta zajterhelés, és azon az útszakaszon levesszük felére a forgalmat. Akkor ha van ott 65 decibel, fele forgalommal nem a 65-nek a fele 32 és fél lesz, hanem 65 mínusz 3, azaz 62 decibel. Ennyit mindenképpen azt gondolom, hogy laikusként tudnunk kell a decibel skáláról. A decibel skála, itt egy ábrán látható, hogy mi is az a zajszint, amikben mi mozgunk a hétköznapi életben. Tehát egy csendes erdőbe, ott se 0 decibel van, ott is valamilyen zajszint 20-25 decibel van, mert ugye zizegnek a falevelek. Egy forgalmas utcán, mondjuk a Rákóczi úton, ha kimegyünk, akkor ott 70 decibel körüli zajszintet mérhetünk. Azért, hogy most itt közösen is szert tegyünk egy ilyen tapasztalatra, hogy milyen zajszint, amiben élünk vagy vagyunk, itt elhelyeztünk egy hangnyomás szintmérő műszert, ami a forgatás kezdetétől méri itt azt a hangnyomás szintet, amit ez a mikrofon érzékelt. Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy tippeljük meg, hogy körülbelül mi ez a zajszint, vagy hangnyomás szint, amiben itt voltunk. Ki az, aki arra tippel, hogy 40-45 decibel körüli zajszint volt itt? Köszönöm szépen. És ki az, aki arra tippel, hogy 65-70 decibel körüli zajszint volt itt? Igen, köszönöm szépen. Azt hiszem ez utóbbi volt a több, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy
nekik van igazuk. Ez a zajszint, amit itt most ez alatt az idő alatt mértünk, az 68,6 decibel volt. Ez csak összevetésben azzal a zajszintekkel, amiben mondjuk élünk, és amilyen határértékek vonatkoznak a környezeti zajra. 65 decibelt a közlekedés okozta zajterhelési határérték meglevő utak esetén, ez azt jelenti, hogy ez ennek a duplája volt most, amit itt mértünk. Azt meg csak tényleg olyan információként, hogy milyen szigorúak az előírások, hogy 40 decibel vonatkozik arra a zajra, amit ipari üzem éjszaka okozhat lakókörnyezetben. 40 decibel, tehát a 68-nak a fele 65, és így tovább mindig feleződik. Ebből látható, hogy milyen szigorúak ezek a határértékek. Ugye az, hogy azt mondtuk, hogy a zaj az a hang, ami zavar bennünket. De mibe zavar bennünket? Azt gondolom, hogy az, hogy alvásba zavar, figyelembe zavar, az, hogy stressz hatást okoz, akár egy hirtelen zajhatás, ezt mindannyian tudjuk. Én most igazából azt szeretném aláhúzni, hogy amire talán nem is gondolunk, tehát az, hogy szívbetegségek, vérnyomás, talán ez is, de az, hogy a hormonháztartásunkra is, az, hogy a cukorbetegség kialakulásának a kockázatát emeli a környezeti zaj, azt talán kevésbé tudjuk. Itt emelnék ki egy olyan új adatot, ami a tavalyi évben vált nyilvánossá, hogy a halált okozó környezetkárosítások sorában a környezeti zaj a levegő szennyezés után a második helyet foglalja el. Azt gondolom, hogy erre nagyon kevesen gondoltunk. Azt mondtuk ugye, hogy a zaj a zavaró zajhatás. Mitől függ a zaj zavaró hatása? Hát gondolom, az evidens, hogy attól például, hogy milyen hangnyomás ér bennünket, milyen erős a zaj. Az, hogy annak milyen az összetétel, egy visító hangról van szó, vagy egy brummogó, dörmögő hangról van szó, ez is változik. De ami még nagyon fontos, és talán kevés hangsúlyt fektetünk rá, az az, hogy nagyon-nagyon nagy mértékben függ a zaj zavaró hatása, aztól a kapcsolattól, ami bennünket a zaj okozójával, vagy a zajforrással összeköt. Itt ezen a képen például egy kislány hegedül. Ha az én lányom tanul hegedülni, és hegedül otthon, akkor az nekem nem biztos, hogy zaj, mert gyönyörködöm az ő tanulásába, büszke is vagyok rá, hogy így hegedül, de esetleg a szomszédnak ez már zaj. Azt is gondolhatnánk, hogy a környezeti zaj, az mondjuk az ipari forradalommal együtt született, vagy akkor kezdtünk vele el foglalkozni, akkor vált igazán problémává, de nem így van. Már az ókorban okozott problémát, most képzeljük el egy ókori várost, egy mai nagyvároshoz képest, hogy mennyire mások voltak a körülmények, de az ókori Rómában is voltak olyan törvények, amik nagyon szigorúak voltak, például megtiltották bizonyos időszakokban, vasár és ünnepnapokon, vagy éjszakai időszakban például a kocsi forgalmat. Drasztikus intézkedés volt. De a középkorban is voltak olyan intézkedések, például nem lehetett kovácsműhelyet nyitni bármilyen környezetben, nehogy zavarja a környezetben élőt, vagy például utcai zenészekre is vonatkoztak olyan előírások, hogy csak bizonyos helyeken lehetett zenét szolgáltatni. A középkorban elég gyakran előfordult az, hogy az, aki a csend ellen vétett, annak az volt a büntetése, hogy harang alá ültették. Én azt gondolom, hogy ez ennél szigorúbb büntetés és szabályozás nem nagyon képzelhető el. És ha már itt vagyunk, akkor hadd említsem meg Robert Kochot, aki a múlt század, 900-as évek elején ezt a mondatot mondta, hogy bekövetkezik az a nap, amikor az ember kénytelen lesz egészségének egy veszélyes ellenségével a zajjal ugyanúgy harcolni, mint valaha a kolera és a pest is ellen harcolt. Mondta ezt 1900-ban. Én azt gondolom, ez az idő elkövetkezett, foglalkoznunk kell, és foglalkozunk is a környezeti zaj okozta terheléssel. Akkor, amikor én erről beszéltem egyszer egy olyan ismerőssel, aki járványtannal foglalkozik, ő mondta nekem, hogy ha visszaemlékszik azokkal az időkre, és azokra a történésekre, amikor az emberiség járvánnyal küszködött, csak akkor volt sikeres, ha mindenki kivette a részét. Tehát nem az orvosok ügye volt. A katonák, a politikusok, a tanítók, mindenkinek megvolt a maga szerepe is, hogy valaki hiányzott ebből a láncból, akkor ott a járvány elterjedt. Ez adott egy ilyen lökést nekem személyesen például a környezeti zajvédelme, és ezt tapasztalom a jelen
korban is, hogy a környezeti zaj nem a környezetvédők ügye. A környezeti zaj mindenkinek az ügye. Nem elég az, hogy csak a környezetvédelemmel foglalkozó szakemberek foglalkoznak vele, hanem igenis, hogy szerepe van a közlekedésnek, a várostervezésnek, településfejlesztésnek, közüzemeknek, közlekedési vállalatnak, de, és itt nagyon aláhúznám, a lakosságnak is. Ezt mutatja egyébként az is, hogy elterjedt egy új tervezési módszer a környezeti zaj területén, ezt pedig úgy hívják angolosan sand walking, ami azt mondja, hogy akkor, amikor hozzányúlok egy területhez, és ott valami változást szeretnék elérni, akár mondjuk egy új utat építeni, vagy a forgalmat megváltoztatni, nem elég íróasztal mellett dönteni, és ott meghozni ezeket a lépéseket, hanem azt javasolja, hogy menjünk ki, fizikailag érintkezzük azzal a helyszínnel, személyes tapasztalatunk legyen róla, és ott legyen a várostervező, ott legyen a környezetvédő, ott legyen a közlekedéstervező, ott legyen a politikus, és ott legyen a lakosság. És egy olyan folyamatot indítunk el, hogy együtt végigjárjuk, meghányjuk, vetjük ennek a kérdéseit tapasztalatok alapján, és közösen alakítjuk ki azt a végleges döntést, ami azt a területet illetően bekövetkezzen. Akkor, amikor környezeti zajról beszélünk, tulajdonképpen három nagy zajforráscsoportot tudunk megkülönböztetni: a közúti közlekedés, a vasúti közlekedés, légi közlekedés és az ipari üzemek okozta zajterhelés. Ebből majd később egy ábrán talán látjuk, a döntő, domináns szerepet a közúti közlekedés viszi el. De hogy a közlekedés okozta zajterhelésben is óriási fejlődésen ment át a technika, azt mutatja ez a két ábra is, például az, hogy egy járműnek a zajkibocsátása miképpen változott az elmúlt évtizedekben. Egy ladának a zajkibocsátása 1980-ban 82 decibel volt. Tehát akkor, amikor egy autót legyártottak a 80-as években, személyautót, annak ilyen követelménye volt. Eltelik pár év, és 2000 után egy kamionnak a követelménye szigorúbb, mint volt a személyautói. Ebből is látható, óriási változáson ment keresztül a technika, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez a zajszint csökkenjen. Ugyanez vonatkozik egyébként a repülőgépekre is. De hogyha nyitott szemmel megyünk a városba, akkor például láthatjuk azt, hogy az épülő új villamospályák rezgésszigetelt alapot kapnak. Ez azt jelenti, hogy nem érintkeznek a sínpárok közvetlenül az úttesttel. Ugyanez érvényes egyébként vasúti sínekre is. Most, hogy ez miért olyan fontos, egy nagyon egyszerű kis kísérletet csinálnánk itt együtt végig. Itt van a kezembe egy kis játék, lehet, hogy sokan ismerjük, egy hengeren vannak bütykök, és kis lemezeket rezget meg, hogyha csöndben vagyunk, esetleg halljuk is. Most az, hogy mekkora zajt hallunk, mekkora hangot hallunk, függ a lesugárzó felülettől. Tehát itt kis lemezkék vannak, iszonyatos kicsi teljesítményt tudnak produkálni, de hogyha ezt a rezgést átadjuk egy nagyobb felületnek, akkor már inkább azonnal érezzük, hogy megszólal valami, és nem ez a kis szerkentyű szólal meg, hanem ez a doboz, ami itt alatta van. Ezért nagyon fontos az, hogy mint ahogy itt az ábrán is látjuk, hogy megakadályozzuk azokat a rezgéseket, amik egy nagy felületre kijuthatnak, és onnantól kezdve lesugároznak. Ezért fontos például akkor, amikor a lakásunkban egy mosógépet leteszünk, hogy tegyünk alá valamit. És mit tehetek még én, mint egyszerű, normál állampolgár, annak érdekében, hogy kisebb zajba éljek? Például nem tudom, hogy ismeretes-e, hogy van az energia címke. Általában az energiát nézzük meg, hogy mennyit fogyaszt egy berendezésünk, egy háztartási gép, de ezen az energia címkén egy pár év óta rajta van az a zajteljesítmény, amit az az adott szerkentyű okoz nálunk. Például egy mosógép, egy hajszárító. Ez mindez azért van, hogy mi, akik a házunkban, a lakásunkban, közvetlen közelünkben egy zajforrást helyezünk, szempont legyen a termék kiválasztásánál, hogy milyen zajszintet helyezünk be a lakóterünkbe. Nem tudom, hogy nézte valaha valaki ezt az adatot,
például egy klíma, én azt gondolom, hogy ezzel mi is ösztönözzük egyébként a gyártókat arra, hogy ha olyat veszünk meg, ami csendesebb, hogy igenis fordítson kellő figyelmet arra, hogy megfelelő minimális zajszinten működjön az a berendezés, amit az otthonunkba helyezünk. Az Európai Unió a környezeti zaj kezelését a 90-es évek második felébe helyezte központi kérdéssé, mivel azt tapasztalta, ugye láttuk itt ezek a szabályozások, amik egyes járművekre vonatkoznak, óriási eredményeket értünk el benne. Tehát egy kamion most már csöndesebb, mint egy személyautó volt. És mégis azt tapasztaljuk, hogy városaink elzajosodnak. Mit lehet tenni ennek érdekében? Az is probléma volt, hogy különböző mérési, meg megítélési módszerek voltak arra, hogy egy várost felmérjünk. 2000-es évek elejétől az Európai Unió előírta azt a kötelezettséget, hogy a nagyvárosoknak úgynevezett zajtérképet kell készíteniük, ami itt a képen látható például Pécs zajtérképének egy részlete, ami úgy működik, hogy egy modellt építünk fel, egy háromdimenziós modelljét a városnak, azon elhelyezzük a vasúti nyomvonalat, közúti nyomvonalat, a forgalmi adatokat, útburkolatot, minden olyan adatot, ami a zajkibocsátást befolyásolja, és egy speciális szoftver segítségével 10 méterenként meghatározzuk azt a zajszintet, figyelembe véve az árnyékolás terjedést, ami ott adódik. Miért fontos ez? Mindenki számára információ, hozzáférhető információ, és nem decibel, már decibel egy picit megijedtünk tőle, nem decibelbe dolgozunk. Decibelt fejez ki, de nem decibelek vannak feltüntetve, hanem színek. Piros az rossz, a kék még rosszabb, a zöld jó, a sárga egy picit rosszabb. Tehát valamilyen szinten érezhetően és értékelhetően a laikus számára is értékelhető módon áll elő az az adat, ami a környezeti zajt jellemzi az adott városban. De nem csak a zajszintet tudjuk meg ebből a stratégiai zajtérképből, hanem azt is, hogy hány embert hogy érint. Akkor, amikor az elején elhangzott ez, hogy Budapest lakosságának 30%-át éri, nem kívánatos zajterelés, ez az adat innen van. Tehát olyan adatot is nyerünk ebből a zajtérképből, ami megmutatja, hogy hány embert hogy érint a zaj. Ezeket a térképeket nyilvánosság kell tenni, az interneten hozzáférhetőek, és 5 évente meg kell újítani, fel kell újítani. De nem csak ez a feladata a zajtérképnek, hogy bemutassa, hogy nyilván mondhatnánk azt is, hát úgyis tudjuk, hogy a Rákóczi úton nagy zaj van, hanem azt is mutatja, arra is alkalmas, hogy egy fiktív helyzetet modellezzünk vele. Tehát például azt most csak egy fikciót mondok, egy új bevásárlóközpont épül, vagy új forgalmi rend, fonódó villamos, vagy mondjuk négysávúsítjuk a rakpartot, megváltozik a városnak a közlekedés szerkezete, mi lesz ennek a hatása? Ezzel a rendszerrel nagyon-nagyon gyorsan és pontosan meghatározható az a változás, színes zajtérképen bemutatható az is, hogy hány embert hogy érint ez a változás. De nem csak arról van szó, ugye, hogy megállapítsuk, hogy mekkora a zajszint, hanem az a feladatunk, és akkor itt most megint hadd utaljak arra a szerepre, amit nekünk kell ellátni, mint laikusnak, városlakónak, intézkedési tervet is kell csinálni a városnak, arra vonatkozóan, hogy itt ez a helyzet, és mit csinálok ezzel a helyzettel. És ebbe a folyamatba a lakosságnak is megvan a maga szerepe, tehát figyeljük ezeket a folyamatokat, jövőre, következő évben intézkedési tervek készítésére kerül sor a városokba, vegyünk részt, figyeljünk oda, hallassuk szavunkat, mondjuk el véleményünket, és ez nem egy egyszeri folyamat, hanem 5 évente ismétlődő folyamat a nagyvárosokban. És akkor befejezésképp egy példát hadd mutassak, ez egy párizsi konferencia kapcsán sétáltam el a városba, és ott készítettem ezeket a felvételeket. Az első ábrán látható, hogy valaha egy 2x4 sávos út ment végig ott a területen, látszik a beépítésből, templomok vannak, házak vannak az út szélén, tehát ez az út valamikor ott végig hasította a lakóterületen. Mára a lakóterületi részt föld alá vitték, tehát a forgalom föld alatt zajlik, és fölötte a másik képen látható, hogy mi van, szökőkutak, lugasok, még szőlőt is lehetett kóstolni, olyan részek is voltak, és
óriási értéknövekedés regisztrálhatunk ezeken a területeken, tehát van megoldás. Soha nem lehet azt mondani, hogy nincs megoldás, mindig lehet megoldást találni. Nem egy gyors folyamat, ugyanakkor egy tervszerű és folyamatos odafigyeléssel, tervezéssel, a zajtérkép eszközt felhasználva lehet eredményeket elérni. Én remélem, hogy azzal együtt, hogy látjuk, hogy mennyire reménytelennek tűnik a helyzet, látható, hogy mindig van valamit csinálni, és együtt, közösen, mindenki összefogásával, reményeink szerint hosszú távon azt a helyzetet, amiben most vagyunk, környezeti zajba javítani lehet, és erre hívok meg mindenkit. Köszönöm szépen a figyelmet. Mindenki akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.